Fokozott védelmet ítélt meg 20 ukrajnai kulturális örökségi helyszínnek az ott zajló háború miatt az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete, a kulturális javak védelmével foglalkozó bizottság csütörtöki, ukrajna kérésére megtartott rendkívüli ülésén. A megerősített védelem alá helyezés értelmében a vonatkozó protokoll 87 részes államának lehetősége lesz arra, hogy jogi eljárást indítson azok ellen, akik felelősek a szóban forgó kulturális javak megrongálására. Állásáért. A 20 helyszín között van Lemberg történelmi belvárosa, a Kijevi Szent Szófia Székesegyház, illetve Bukovina és Dalmácia ortodox metropolitáinak székhelye is Csernyivciben. A kulturális javak fegyveres konfliktus idején történő védelmével foglalkozó szakbizottság arról is döntött, hogy támogatni fogja az ukrajnai biztonsági erők és bírósági tisztségviselők képzését, hogy hatékonyabban tudjanak közreműködni a kulturális javak védelmében. A bizottság nyilatkozatában elítélte, hogy az orosz rakétacsapások következtében számos nagy kulturális jelentőségű történelmi épület súlyosan megrongálódott Lembergben, Odesszában és Csernyihívben. Másfél évvel az orosz invázió kezdete után azt látjuk, hogy aggasztó mértékben növekszik az ukrajnai kulturális örökség elleni támadások száma, emiatt olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel elkerülhető lehet a visszafordíthatatlan károkozás, fogalmazott az UNESCO.